Fantasztikus, elképesztő sportpillanatok, amiket látva még az állad is le fog esni. A legprofibb atléták, hihetetlen képességű emberek és a legváratlanabb, valamint legritkább sportpillanatok. A mai videó is végig izgalmas és érdekes lesz, úgyhogy jó szórakozást kívánok! Ez a kapus úgy néz ki, mintha korábban boxoló lett volna, ugyanis úgy szabadított fel, hogy beleboxolt egyet a labdába, ami konkrétan átrepült a fél pályán. Ez a rögbi játékos akár nagyon komolyan is megsérülhetett volna, ugyanis majdnem fejre esett hatalmas súlyával, azonban egyik csapattársa a levegőben kapta el, ami úgy nézett ki, mint egy akciófilmben. Ez a világ legmenőbb büntetővédése volt szerintem. 2006-ban csinálták meg sikeresen az első dupla hátraszaltót motocrossban, amit csak a legprofibbak tudtak végrehajtani, azonban több mint 10 évvel később Josh Sheehan megcsinálta a világon az első tripla hátraszaltót a Nitro Circus eseményen. A MotoGP versenyen egy hihetetlen pillanat történt akkor, amikor az egyik versenyzőnek elromlott a motorja, ő pedig ekkor leszállt, átugrott egy falon és gyorsan elszaladt egy új motorért. Így kell, gyerekek, sosem szabad feladni. A legszebb az egészben pedig az, hogy ezzel a megmozdulással végül megnyerte a versenyt. Egy foci edzés alkalmával az egyik játékos egy olyan mozdulatot csinált, amire senki sem számított. Vannak emberek, akik dekázgatnak, vannak, akik kapufáznak, ő viszont képes elkapni a lábai között kézen állva a labdát. Ez a kickboxoló egy teljesen egyedi mozdulatot fejlesztett ki, ugyanis képes Matrix-szerűen tökéletesen kitérni a rugások elől, amitől az ellenfelei legtöbbször csak elvesztik a saját egyensúlyukat. Létezik profi fogócska a világon, aminek pontosan az a lényege, amit gyerekkorunkban játszottunk, csak sokkal extrémebb módon. Itt pedig az összecsapás vége előtt csak egy másodperccel sikerült megfogni a ellenfelét. NBA-ben az egyik legizgalmasabb utolsó másodperces dobás az volt, amikor háromszor is megpattant a labda, mire aztán bement és megszerezték a 3 pontot. És a legszebb, hogyha megnézitek a pontjelzőt, ezzel nyerték meg a játékot. Ezt vajon hányszor próbálhatták meg, mire összejött? Nézd meg, átdobja a kerekét, haverja pedig fogja magát és ráteszi a bicikliét. Vannak teljesen elképesztő pingpong pillanatok, és bár sokan nem gondolják olyan nagyon nagy kihívásnak ezt a sportot, valójában nagyon is megterhelő és állóképesség tesztelő tud lenni egy-egy pont. Emmanuel Corrales fejkamera felvételét láthatjátok, ami tökéletesen bemutatja azt, hogy miért tartják sokan nagyon veszélyes és egyben nagyon félelmetesnek is a rúdugrást. 5,8 métert ugrott egyébként, és a felvétel nagyon magával ragadó lett. Talán nem számít túlságosan sportszerűnek, azonban a teniszben lehetséges akár alulról is szerválni, amivel sokszor az ellenfelet úgy meg lehet trükközni, hogy arra ő sosem számít. A drónok régen csak hobbi eszközök voltak, azonban ma már vannak igazi drónversenyek is, ahol akár több százezer dollárt lehet megnyerni. Egy ilyen drón egyébként akár 250 km/órás sebességre is képes. Headisnak nevezik ezt a versenyt, ahol a teniszt és a fejelést összerakták, ebben pedig sokszor elképesztő pillanatok születnek. Komolyan mondom, én már a nézésben elszédültem, szerintem biztos nem tudnék egyetlen labdát sem visszafejelni. Egy 128 km/órás sebességgel repülő labda hajtott éppen a nézőközönség felé, azonban valaki szerencsére résen volt és elképesztő reflexével megmentette az ott ülőket. Ennek a lánynak sajnos egy barátja sem volt, aki teniszezzen vele, ezért megoldotta a dolgot úgy, hogy a földhöz kötötte a labdát, ezért ahányszor elütötte, az mindig visszajött hozzá. Gyerekek, a tökéletes gyakorlás, erre szerintem még senki nem gondolt.
A kosármérkőzések szünetében különböző előadásokat szoktak tartani, korábban pedig itt egyszerre 100 fő táncolt, akik egyszerűen tökéletes szinkronban voltak. Panamában három profi ejtőernyős kitalálta azt, hogy szabadesés közben elkezdenek majd kidobúshozni. Gondolj bele, ha csak egy picit is elvétik, akkor azt a labdát soha többé nem látják. Ráadásul elképzelhető, hogy egyszer csak valakinek a fejére esik, aki simán ártatlanul csak a földeken sétál. Japánban a kidobósnak létezik egy extrém változata, amiben egyfajta párnacsatát alakítottak ki, ahol a lényeg az, hogy a királyt kell megvédeni, akár csak a sakkban, és eközben ki kell dobni az ellenfél játékosait. Te amúgy hallottál már erről? Vannak azonban, akik sokkal negatívabb dolgok miatt maradnak fenn. Ez a teniszjátékos például kért egy banánt a labdaszedő lánytól, aztán pedig megkérte őt, hogy hámozza is meg neki. Gondolj csak bele, egy felnőtt ember megkért egy gyereket, hogy hámozza meg neki a banánját. Ludortnak az az ötlete támad, hogy rá fogja dobni ellenfelére a labdát, hogy róla kipattanjon, ezért pedig időt tudjon húzni. Azonban James Harden résen volt, és elképesztő reflexzel kikerült a labdát a levegőben. Surya Bonaly az egyik leghíresebb és leginkább elismert műkorcsolyázó, akinek a sajátos, ikonikus mozdulata egy hátraszaltó volt a jégen, ami annyira nehéznek és veszélyesnek bizonyult, hogy végül be is tiltották a bírók, nehogy valaki megsérüljön, miközben utána próbálja. LeBron James a szünetben elkezdett táncolni, amit Shaq egy személyes kihívásnak vett, és egy igazi táncpárbaj kezdődött kettejük között. Ezen a MotoGP versenyen nem csak a baleset volt a baj, hanem az is, hogy Paul Espargaró egyszerűen nem tudta megtalálni motorját, mert nem látta, hogy ez teljesen kirepült a pályáról. Természetesen a fejelt gólok önmagukban nem annyira lenyűgözők, azonban itt valaki fél pályáról szerzett gólt a fejével. Oh my god! Tudjuk jól, hogy vannak elképesztően gyors futók, azonban itt valamilyen oknál fogva egy műsorban egy Nissan GT-R-rel mérték össze az embert, a gyorsaság pedig természetesen az autónak kedvezett. LeBron James egyszerűen kétszázikus megoldást választott, amikor passzolnia kellett, azonban nem volt körülötte senki, ezért az ellenfél hátának dobta a labdát, és onnan visszapattanva saját magának passzolta le azt, amiből aztán még pontot is szerzett. Gyerekek, ilyen talpra esetnek kell lenni a legnehezebb helyzetekben is. Ez lett volna hát a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogy így volt, akkor mindenképpen egy lájkot tudjátok ezt nekem jelezni, valamint, hogyha már itt tartunk, akkor írjátok be nekem kommentekben, mi a kedvenc sportotok. Érdekel, hogy mi vonz titeket a leginkább, mert lehetséges, hogy a következő videóban kifejezetten a legkedveltebb sportról fogok majd beszélni nektek. Na de köszönöm szépen a figyelmet, mindenképp iratkozzatok fel, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és így látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amiben nem sokára érkezik is a következő, lehet rögtön holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is még további szép estét, és sziasztok!